Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Sporttámogatások, kerékpárhálózat, településfejlesztés, ülésezett tegnap a közgyűlés. Megemelkedett rezsiköltségek és jövőre induló gimnázium, licit csoportban gyűjtenek a Waldorf iskolának. Mi a pálya? A műszaki szakterületekkel ismerkedtek a továbbtanulás előtt álló fiatalok Pécsett. Új integrált településfejlesztési stratégia, felmérés az intézményi energiafelhasználásról, rezsitámogatás a Tükebusz dolgozóinak. Csak néhány téma a Pécsi Önkormányzat képviselőtestületének keddi üléséről, amelyen többek között döntöttek sporttámogatásokról, valamint a világörökség, illetve a Pécsi Kerékpárút hálózat fejlesztésével kapcsolatos újabb lépésekről. A testületi ülés egyik legnagyobb horderejű döntése, hogy elfogadták Pécs integrált településfejlesztési stratégiáját. Ezt az úgynevezett településtervezési eszközt a többi stratégiával összehangolva, társadalmi viták és felülvizsgálat után alkották meg. Határozat született arról, hogy a Tükebusz ZRT dolgozói az önkormányzati közszolgáltató cégekhez hasonlóan a téli időszakban rezsitámogatást kapnak. Erre a célra a vállalatnak 100 millió forintot különít el a város. A szervezeti és működési szabályzat módosításával változásokat vezettek be a pécsi közterületfelügyeletnél, ezek mind a feladatellátás hatékonyságát növelik. Komolyabb vitát váltott ki egy komplex intézményi energetikai felmérést célzó előterjesztés, amely ezt követően később döntő lesz a város energiastratégiájának meghatározásában. Az ellenzék szerint az intézményi energiafelhasználásról készítendő auditra szánt pénzt másra is lehetne költeni. Ezt a 60 millió forintot, amit most önök el akarnak erre költeni, ezt akár költhetnék arra is, hogy korszerűsítsék az intézményeket, vagy akár a buszsofőrök fizetésére és akkor a tömegközlekedést is lehet biztosítani. Ruzsa Csaba alpolgármester válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy a város energiastratégiájának alkalmazkodnia kell a legkorszerűbb hazai és nemzetközi szakpolitikai elvárásokhoz. Ez utóbbiaknak a korábban elkészített városi anyagok már nem felelnek meg. Ha megnézik az európai bizottsági döntési köröket, a parlamentet, ugye korábban volt vita arról, hogy maga a földgáz, illetve az atomenergia használat milyen mértékben és milyen formában lehet tovább hasznosítani. Ugye nem véletlen, hogy ennek a döntései kapcsán a foszilis energiák átalakítására a mixek a korábbi időszakhoz képest teljesen más irányt fogalmaztak meg. És van egy harmadik része, amiről nem beszélünk, de azt gondolom, hogy azért ez egy elég jelentős probléma, az pedig az elmúlt hetek, napok arányai, ami ugye a hálózati problémákból adódnak. Szintén összecsaptak az érvek és ellenérvek a képviselők között a Pécsi Utánpótlás és Tömegsportért Alapítvánnyal kapcsolatos előterjesztés tárgyalásakor. A civil szervezet 11 millió forintból hozhat létre triatlon központot. Hári József fideszes képviselő szerint teljesen felesleges az alapítvány bevonása, a támogatást a Pécsi Sport Nonprofit ZRT-nek közvetlenül kellene megkapnia. Ha már alapítványról beszélünk, ami egyébként 2020-ban alapult, és igazából sok mindent nem lehet róla látni a honlapról, az alapítvány miért nem talál más olyan forrásokat? Rengeteg olyan állami pályázat van, ahol ilyen eszközbővítéseket, különböző telepei kialakításokat a sportterületén meg lehetne csinálni. Fogarasi Gábor, az önkormányzat népjóléti és sportbizottságának elnöke válaszában emlékeztetett arra, hogy a triatlon sportolóknak kiemelkedő teljesítményükhöz képest eddig méltatlan feltételek között kellett edzeniük. Az új központ létrehozása tehát nagyon is indokolt, akár csak a Pécsi Utánpótlás és Tömegsportért Alapítvány közbeiktatása. Az alapítvány nagyon fontos, hogy úgy tudom, hogy pont az úgynevezett nagy pécsi sportegyesületek képviseltetik még pluszba magukat. Tehát PEAC, PVSK, tehát itt nem arról van szó, hogy egy szűk baráti kör összeült, és akkor létrehoztak egy alapítványt, tehát ezt lehet ellenőrizni. Végül a közgyűlés megszavazta az előterjesztést, azzal az ellenzéki módosító javaslattal, hogy a PSN ZRT közvetlenül kapja meg a 11 millió forintot, amelyet a triatlon szakosztály fejlesztésére fordít. Az ülésen a képviselők támogatták a világörökség fejlesztésével kapcsolatos 116 millió forintos pótmunkaigényt, valamint azt, hogy az önkormányzat fedezetet biztosít a városi kerékpárforgalmi hálózat tervének, valamint az elektromos közösségi kerékpározási hálózat kialakításának felülvizsgálatához. A
Megmenekült a Ferencesek utcájában álló villamos, adta hírül közösségi oldalán az emlékkiállítást üzemeltető Pécs és térsége közösségi közlekedéséért egyesület. Mint írják, most ugyan jelenlegi helyén nem maradhat a jármű, de hosszú távú megoldás született, így Pécset maradhat, és a tervek szerint a jövőben meg is újul a tárlat. Mindezt önkormányzati segítséggel, illetve hitelfelvétellel sikerült elérni. A finanszírozáshoz ezért továbbra is fogadják az önkéntes adományokat. Egy találó ötlettel segítik a szülők és a diákok a pécsi Waldorf óvoda és általános iskolát. Mivel az intézménynek is megnövekedtek idén a költségei, ősszel egy licit csoportot indítottak. Az itt befolyt összegből nem csak a megemelkedett rezsit szeretnék fedezni, de a jövőre induló gimnázium létrehozásához is gyűjtik az adományokat. Ezek a tanulók éppen ajándékokat készítenek, amelyeket majd a Mandulicit nevet viselő aukciós csoportba szeretnének értékesíteni. A lelkes diákokon kívül azonban a Mandulafa Waldorf óvoda és általános iskola másoktól is várja a felajánlásokat, hiszen az itt megvásárolt tárgyakból befolyt összegek az intézmény számlájára íródnak majd. A licit ötlete ugyan még nyár elején született, hiszen az intézménynek több szempontból is szüksége van a támogatásra. A magas rezsi miatt azonban az adományokat most leginkább az energiaszámlákra kénytelenek fordítani. Abból indulunk ki, hogy a tavalyi éves fűtésszámlánk az 3.200.000 forint körül volt, most egy hónapra, tehát a szeptemberi meghaladt az 1 milliót, tehát hogy ez, ugye a gázszámláról beszélek. Nem volt célunk, hogy mi az az összeg, amit el szeretnénk kérni. Ezt minden esetben ezekkel az összegekkel elszámolunk, tehát hogy különböző dolgokra takarékoskodunk. Az aukció egy szülői kezdeményezésre indult, ugyanis a Waldorf közösségben mindenki kiveszi a részét a munkából és a feladatokból, az anyagi jellegű kiadásokra azonban nekik is meg kell találniuk a forrásokat. A pécsi Waldorf közösséget az gyakorlatilag a szülők tartják fent, ugye a nagy részt, és mindent mi csinálunk. Tehát amit itt láttok, ami itt van, azt gyakorlatilag a szülők saját két kezükkel rakják össze, vagy egyéb tehetségükkel. Viszont van olyan, amit muszáj megvennünk, ilyen például a gáz, a villany. Az iskola nem csak saját rezsijét egészíti ki az adományokból, de a licittel az olyan családoknak is segítenének, akik az energiaválság következtében nehéz helyzetbe kerültek. Mint megtudtuk, a jövőre induló Waldorf gimnázium létrehozásához is várják a felajánlásokat. Tizenkét év után saját irodába költözött a pécsi és baranyai családokat segítő Pécsi Mami Egyesület. A szervezet mostantól a Citrom utca 8 első emelet 3-as szám alatt várja a családokat hétköznap 9 és 17 óra között. Mint azt közleményükben írják, a könnyen megközelíthető belvárosi helyiséget kormányzati támogatásból és a Baranya megyei önkormányzat segítségével vásárolták meg. Mi a pálya? Ez a címe annak az országjáró rendezvény sorozatnak, mely 5. állomásaként ma Pécsett a Gandhi Gimnázium sportcsarnokába várta a fiatalokat. A műszaki pályaválasztó fesztiválon elsősorban olyan szakterületekkel ismerkedhettek meg a pályaválasztás előtt álló diákok, melyek az okos és fenntartható megoldásokat, innovációkat alkalmazó jövővilágát is működtetik majd. Így is létrejöhet egy pattanásig feszült helyzet. Persze ez csak egy látványos, de veszélytelen kísérlet. Emellett hőkamerák, műszersimogató, számtalan kézzel fogható eszköz, kipróbálható gyakorlati feladat várta a pályaválasztás előtt álló diákokat a Gandhi Gimnáziumban. A Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztiválon a fiatalok idén olyan szakterületekkel ismerkedhettek meg, amelyek az okos és fenntartható megoldásokat, innovációkat működtetik a jövőben. A rendezvény főszervezője szerint csak a tematika módosult, de az általános koncepció nem változott. Továbbra is az élmény alap a központi eleme ennek a rendezvénynek, hogy a gyerekek próbálják ki a különböző szakmai lehetőségeket, tapasztalják meg, örüljönek neki, élményekkel gazdagodjanak. Ugyanúgy
keretprogramot adunk. Abban van változás, hogy egy kicsit a rádiózás, a rádió átvitel, ami egyébként a telefonos átvitelnek is ugye az alapja. Ebbe adunk egy kis bevezetést. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület által szervezett fesztiválon 12 cég települt ki, emellett a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Baranya megyei szakképzési centrum iskolái is jelen voltak egyes tanddal. A csütörtöki eseményen összesen 1200 gyerek élhette át az élményszerű felfedezés kalandját. Ez a három fiú a rádiós műsorvezetéssel ismerkedett meg néhány percig. Beszélgettünk, és szerintem elég jó élmény volt, és hát nyilván, így nyilván nagyon fura érzés szerintem, hogy megtudjuk, hogy milyen belülről a rádiózás, a podcastezés. A fesztiválon igen különleges gasztronómiai élményben is részesülhettek a fiatalok. Többen kihasználták azt a ritkán adódó lehetőséget, hogy egy palacsinta sütőgép készíti el szeretett desszertjüket. Hát igazából nagyon finom, fahéjas, kicsit sokat kellett rá várni, de megérte szerintem. Megérte? És egyébként maga az egész fesztivál, vagy maga a program az, hogy tetszik? Nagyon tetszik, tök jó, hogy ennyi lehetőség van, hogy ennyi mindent lehet csinálni, meg a szervezés is tetszik, és az is, hogy ennyi mindent lehet nyerni. Nem csak a gyerekek távoznak elégedetten a rendezvényről. A fesztivál műsorvezetője Orosz György humorista például az itt látottakból ötleteket merített. Ezeket beépíti a következő estjébe. A legújabb önálló estemnek egy mosógép elromlása ad alapot, és ez egy 30 perces sztori. Tehát itt is, ha mondhatjuk azt, abszolút a rendezvényhez köthető dolog, úgyhogy ezt már innen vettem például ezt az ötletet. A Mi a Pálya műszaki pályaválasztási fesztiválnak idén Pécs volt az ötödik állomása. A sorozat két napos rendezvénnyel zárul Budapesten, november 23-án és 24-én. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Csütörtökön jobbára felhős lesz az ég, egy hideg front érkezik térségünkbe, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este, ugyanebben az időpontban jelentkezünk, viszontlátásra!